Sziasztok, köszöntelek titeket nagyon sok szeretettel itt a Szinkó Facebook csatornáján. A mai napon egy igazán különleges bajnokságba fogunk bele. Ez a Brit Tourautó bajnokság az idei autókkal, idei festésekkel, és egy igazán különleges rendszerrel, ugyanis van egy pustupásznak nevezett rendszer, ami egy hibrid erőforrást használ, vagyis azt engedjük el tulajdonképpen, és annak köszönhetően plusz lóerőkhöz jutunk, és mindezt 15 másodpercig lehet majd használni körönként az időmérőn. A versenyen viszont szintén lehet 15 másodpercig körönként, viszont figyelnünk kell arra, hogy bizony az akkumulátor le tud merülni, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy hogy fog ez az egész alakulni. Ugye első verseny Donington Parkban fogunk menni, az a National nyomvonalon, ami azt jelenti, hogy ez a sikán meg a visszafordító az ugye kimarad, és hát rengeteg fajta autó, ugye nem is tudom, hányban van, 6-7, azt hiszem, jól tudom, mindegyik képviselteti magát itt a mi bajnokságunk, tehát mindegyik autóra jelentkezett legalább egy fő. És akkor nézzük is, már ha néznénk, miért van fekete képernyő. Gondolom, majd mindjárt választ kapok erre. Jó, minden rendben. Időmérő az a szokásos. Azért beírom. Szokásos 20 perc. Nincs itt nem ugye, most mondaná 20 óra. 20:00. Fékezés valahogy nem adja vissza ez a mód. Nem, az nekem is fura. Az nekem is. Hát az, hogy mi az, blokkol a kerék, az csak hang. Igen, minden furi. Nagyon furi az egész. Nem rossz. Kicsit olyan, mint a Mihály-Lisztes kihívásban. Az mi volt? Na, az egy kalapszar. Az mi volt? Race Room? Vagy Race. Na, totál ugyanazt érdem. Vagyis semmit. Nem ilyen volt az amod, az a fizika. A fékezésre mondom, hogy körülbelül ugyanennyit éreztem. Hányan vagyunk? 24-en vagyunk fenn a szerverem. Nem tudom, nekem a baj, ami dicséretes. Bajom. Én azt nem érzem, hogy hol kapok ennyi. Csak az a baj, szerintem le kell vennem majd a grafikát talán, nem tudom. Lejjebb veszem a benzint 10 literre. Tuti, az a baj. Tuti? Biztos. Amiatt másodperceket fogsz gyorsulni. Meg kiderül, hogy a engine mixture egyesen a legjobb, nem ötösen majd. Van engine mixture? Van. Opa. Hát remélem, hogy nem írtak be a fasságot az alapszetában, mert ott azt hiszem, hogy... Az a maxi. Nekem 6 van. Hatos. Hoppá. Ja, hát onboardon már 6 van. Hát onboardon 6, oké. Okay. Tessélyelt a magyar fiú. Szerintem a modellek nagyon jól néznek ki. Hasítok. Hát azért volt értelme előzgetni. Hát adok meg egy szélárnyékot. Ja. Jó ki, fiú. Jók a modellek a hang után. A valóság olyan időmérő nem tölti vissza az aksit, hogy boxba gondolom. Nem hiszem. De ezt mi veszi el, bazd meg? Ez szabálytalan volt. Thank you.
Aha, tehát nem a fék, a gáz elengedésre tölti ezt. Aha. Nem, csak a fékezésre tölt. Igen, de a gázon nem lehet. Nem, igen. El fogja venni. Pedig ez a jó kör lett volna. Oda kerékvetők iszonyatlan dobják a kocsit. Mert a alapsetupnál nagyon kemény a visszarugózás. Ó, az tényleg sok. Ezt így nem lehet megszokni. Mit? Hát, hogy most nyomom, akkor ugye a féktáv nem jó. Hát más a féktáv, kicsit előbb kell átékezni. Igen. Csak hát minden, ugye nem. Na mindegy, meg kell tanulni, mikor szabad nyomni, mikor nem. Igen. Igen. Hogy tölt vissza, mikor, amikor? Fékezés. Fékezés, de nem nyomod a gáz, de nem sokat tölt vissza. Nagyon minimális, egy körbe talán 1-2%-ot tudsz visszaszedni. Most kigyorsításra érdemes legjobban nyomni, nem? Neked fogtál. Ja, hogy mikor használod? Hát én szerintem nem teljesen a kigyorsításnál, hanem amikor már egyenes a kormány. Meg dombra fölfelé, hoz sokat. Jó, ennél kicsit stabilabb setup kéne. Gondolom, hátsó szegy mindenki négy. Bocsánat. Jó, kis Balázs, oda tette magát. Csapattárs. A borulás fizika az még mindig olyan, hogy érdekes szögekből visszáll az autókra. Hát amíg ebből nem lesz egy nem doboz modell, az ütközés modell, amíg az nem fog változni. Nem tudom, hogy lehetne másként, de valahogy másként kéne. De ez mindegyik szimulátorba szar. De gondolom. Csak többivel nem szoktam két kerekezni. Hát lehet csinálni ezt a kabarétörés modellt, mint ami iRacingben van, hogy olyan az autó, mintha egy dobozos kóla lenne. Minden gyűrődik, meg korpad, meg mit tudom én, nem történik semmi vele. Az új törés modell az már jó. Jó, hát nem most játszottam vele, az tény. Jajajajaj.
Hol kell elváltani? Mondtam már. Zöld. Hát... ilyenekre még nem jöttem rá, hogy hol jó. Hát gondolom, hogy nyomatékos, meg két liter turbósok. Hoppá. Elrontottam. Jelm, te nem vagy itthon hétvégén? Nem tudom. De. Ha van kedved Hungaroringre járni, jöhetni segíteni beállítani ezt a kurva Clio-t. Nincs versenymérnök. Van, csak most nem jön, mert összeveszett a csapatfőnök. Az mi? Jó. Tényleg? Az profi. Az, az pont ezért vitatkozok velük, hogy ez a zárba benne volt eddig az a csávó, most meg nincs ott, akkor miért ugye az a zár? Hát azért, ja, azért nem mindegy. Megbeszéljük. 78 ezerre van. Hát, ha te jobban rájössz erre, mert annyira szűk tartományba lehet második állítani, hogy... és az a kurvára nincs idő. Semmi. Szóval Monzába bejött a izé, amit még itt a előadáson tartottál nekünk a izé, vagy nem is tudom mit mondtál, hogy a kisebb kerékdőlés viszont jó a féktávra. De azok minden egyes izével, fokkal ahogy mentünk le, ilyen métereket nyertünk. Persze. Jó, Ascariba nem volt jó, de meg a két Lesmóba annyira, de Monzába kurva nem számít ez a két kanyar. Számít, csak az számít igazából, hogy milyen rövid a féktelen, milyen hamar tudsz egyenes kormányra kigyorsítani. Opa. Hogy kapok 5 tizedet az első szektorba? Meg úgy unblock. Nem értem. Ez a jó kérdés. Ha csak annyit kapnék, de örülnék. Mondjuk nem érzem egyelőre. Na, remélem, Erikom eleged. Bocs, nem van könnyű félreugrani. Lehet, hogy BMW pálya lesz. Rick pálya. Ma... javítsak már valamennyit. Ötödik ugyanúgy. Ezt játsza mindig az ütőjárás plugin? Egy ugrik? Nem, csak azért, mert most itt vagy, aztán azért csinálja. Mert akár, hogy percenként sötétedik, megvilágosodik. Hát sajnos nem, ez nem ilyen, nem tudunk olyan mit csinálni. Ja. Egy tizedet kellene jósolni a második helyhez. De ennyire nem, azért. Hát de tudunk valamit csinálni, befizetünk geci drágán a... hát azt nincs, aki kifizeti. Az, tehát valami horribilisan kurva drága van.
Arra még emlékszem. Na most máshova spóroltam buszot. Nem már, bazd meg. Ellopta? El. Fogja egy normális kört. Mennyi van vissza? Hol látom ezen a szaron? Oh, ott van. 6 perc. Basszus. Szóval fönti adatok ezek már nagyon rosszul esik oda. Nagyon. Nem nézel oda. Szerintem nem esik temre. Ez vágás? Persze. Ne már, ezért elveszed. Rahagyd meg te szemét. Nem vagyok ezzel egyedül, úgyhol van. Nem kell ennyi benzin se. Akkor menjünk ki 6 literre. Na nézzük, kapdölésen mi történik. Hát szóval. Persze, vedd el. 21. vagyok ebből az idővel, menjetek ma a fazba. Vágás. Nem hiszem el. Hmm. 144 ezredet kellene javítani. És hát annál többet. Ez jó volt. Elérek még? Mi? Fel. Mi? De most... Azt mondta, hogy jó vagyok. Elfékeztem. Jó.
Nem hiszem el! Ó! Ó! Azt a kurva! Hát ezt nem hiszem el. Ekkor a balfaszt. És elvette. Nagyszerű. Egy lehetősége marad. Ja, én is elveszi, bazd meg. Hát ezt beszoptam. És már felsér a kör. Még felérsz? Nem, nincs ennyi, benyel. Hát jó. Kopdölés az nem? Az nem. Az nem. Nem jött be. És ezt is elveszi. Csesz meg! És akkor azt mondja, hogy 17 kör, hogy azt adtam. Ennyi volt? 1,50? Meg lehetett volna. Második hely. Vagyok. Na jó, mondjuk a Füzi Marci az oda tette magát. Igen, a második ütöttem. Ujjaj. Az első mennyi, 8 vagy 10? 8. Jól elolvastam mindent. Egyszerű. Hogy működnek a hüttök? Hát, majd most fogom megnézni a... Hát takarást állítasz. Az tehát fix. Minél többet takarsz, annál kevésbé hűt. Yes. Elvileg. Igen. Valaki próbálta már kb. Ja, most fogom kipróbálni. Nem végigbírt egy versenytávot teljes hűtés. Igen. Nélkül is minden felszázszázalékoztam. Hát szóval akkor... hűtés nélkül ment. Motorra is, meg a fékre? Uh-huh. Ja, fékhez nem nyúltam. A motor van, motornál radiátor, olaj. A motorhoz, meg a olaj, tehát az egyik az a vízre van, azt gondolom. Igen. Fékhűtést, azt én meg sem néztem, van. Grot. Van. Grot. 50%-os, nekem grot. Ennyi. Grot. Szép kör. Grot. Köszi. De közel voltál már te is. Baszki, mennyi megyek kell? Hát ilyen. Én ezt beraktam. 31-2. Igen? Itt. Akkor fölülbírálom. Hát itt 18 kört ír felül, nem 16-ad. Hát igen, mert van egy felvezető kör. Ja, hogy az azzal együtt számolja. 32-t mondta? Hát az akkor tuti elég. Akkor 34. Várj, egy guma. Hát a soft az nekem tuti, nem? Hú, nektek nem esik be az FPS a boxban. Nekem nem. Nagyon. Hát ne a boxban legyél. Box? Mit csinálsz te a boxban? Hát jövök ki onnan. Nekem nem. Mit mondatok, hány liter? 20? 32. 32. Nem tudom. Próbáljuk ezt a médiumot.
fül. Ja, nálam is beszaggatott. Hát nekem még most is a pályám. Itt rajtot kéne nézni. Jaj, bocs. Jó. Óvatosan a kivezetőkön akkor. Aha, hát így nem. Jó. Látszik az, hogy ki milyen gombin van? Kell tartani a kupongot. Sok. Aki bejöttél, hújjajjaj! Bejön. Nem valami jó. Jé, van itt minden. Arra. Az orlov, ő mi van? Az be, elegényítsem. Fizetett, kiderült. Ja, jó. Tag. Bocs, csak nem hallottam. Remélem senki nem ragad be. Majd rajtkor. Most akkor versenyről kell készülni, hogy nem lehet 100%-os távon majd nyomni a postupaszt. Igen. Hát el fog fogyni. Elfogy. Ott az aksi írja. Végig nyomkodod ilyen egy-két kör alatt megeszel 15%-ot belőle. Jaj, akkor most még arra is figyeljek. Jani, ne nyomkodj. Jani, ez az. De hát egyébként te F1-eztél meg ilyenek. Meg hát utáltam is, igen. Hogy se tudod még nyomni, mikor Simco világbajnok lett, akkor nem volt ilyen. Örökös. Öreg az. Visszavonultattuk a mezét. Hát ezt már senki nem tudja elvenni tőle, kész. Az kész, neki az megvan. De jó itt előzni, azt a kurva. Na, jó. Jó. És akkor rajtonál fogom tudni használni egy gombot. 120 fölött biztos. Mert ugyanis van rá egy sebességkorlát is, hogy ami alatt nem lehet használni. Ja, akkor igazából lényegtelen. Jó, akkor ezt nem kell gyakorolni. Nem. Tehát azért 120 oda tudod majd rajt után nyomni, de hát... Az már kanyar lesz. Ez akkor most biztos, hogy a felvezetőt is beleszámolja. És nem 18 kör lesz. Hát én 17 állítottam. Jaj, gondoljátok, de most már nem tobozok ki. Hát figyelj, meglátjuk, mikor átvált. Gyorsan kilépek a izére, és mondom. De 17-et? 18 lesz itt a verseny. Plusz felvezető. Nem tudom, mit írtam ki akkor. Hát az oldalra azt hiszem 17-et. Igen, kétszer 17 kör. Ajjajjaj. Megnézem, már kit a bolta. Én már fönt vagyok, nyugi. Képen is, kiírásban 17, kétszer 17 van a fórumban. Csit meg 18? Igen. Akkor 18.
Akkor hány liter? 33. 34-et vagy 33-at. Milyen ütő? Minél nagyobb, annál jobb. Emeri valaki vállalni a fullt? Hát a féken nem. Az nekem már 7-800 fok. 50 az elég fékre. Elég. Médium gumi, nem tudom, hogy mire elég. Megorulj. Szerintem nem a felvezetőt beleszámolja. Most el fogunk indulni és egyet. 28 liter. Urul, hála a jó égen. Remélem a soft kibi. Hát, nekem ilyen 7-8 kördült az ott. Kérlek, nincs FPS, azt a kurva. Nem van. Jó, de neked semmi más nincs, érted? Csak FPS. Itt nem lát egyedül van. Ja. De itt is engedi. Bevillan. Most nem tudom, hogy engedi ilyen nyomni, de bevillan. Nyomjad. Nem jó. Nyomjad nyugodtan. Folyamatosan. Nekem tök mindegy. Igazából jó. A mezőny közepén, hogy most... Kell a jó felvezető. Beleszámolja a felvezetőt is. Igen? Meg kell melegíteni az oksikat is. Látom. Akkor sok benzint üszünk. Jóha. Akkor mégsem én voltam a hülye. Akkor ez miért? Akkor ez béna. Hát az. Szeref. Nem látod, hogy ez az új HD írja, csak van valaki másik hadon? Hát nincs értem a másik hadon lenni, mert nem látod, hogy hogy állsz. Nem csak a HD írja, hanem az is írta kint a játék. Ja, a box van. Hát figyelj, hát hogyha abból indulsz, akkor 18 kör teljesítesz. Tehát lehet, hogy ez egy új future. Future. És hogyha jön Safety Károly. Akkor hozzáad. Egyet, kettőt, hármat. Akkor cumi. Akkor cumi. Arra nem tankolom. Hát le kell tetelni a motorizét. Okay. Ja, mert tekergetni. Pustupaszból kell majd menni. Jaj. Tisztán. Már csak padlón már van. Ilyen, te ilyen hátul vagy. Aha. Király. Nem tudom, mi a faszom. Jó szorkolás, jó szorkolás. Azt képest, hogy nem lát egész jó. Na most egy kicsit jobb. Elég a Rev2-ztem. Gurulunk, gurulunk. Hol a cellám? Itt van. Ja, bassza meg gurul. Nem jó. Előre? Aha. Ez jó. Előre hát, megyünk, nem hátra. Na, mi lesz? Ja, felülre kell nézni, bassz meg. Jóó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 ó
a kavics ágy, a hátsó kerék alatt. Biztosan. Hú, ezt nem kellett volna leváltni. Jó, még nem adott büntet. És jelöli valami, hogyha másik nyomja a push csupasz? Semmi, mi? Hát az... Hát az nem push jelölet. Jó, 25 pont. 0-25. Úgy bevetődik itt valaki. Az kösz, mert nem most mi értelme volt. Az igen, célegyenesbe... Buli van! Sorry, nem tudtam jobban visszainni már a pályáról, vagy pályaszéléről. Szevaszkom. Hello. Elettél az áldozat. Yes. Hát pedig meg én csináltam, úgyhogy megérdemeltem.
Bravo. Na, már is egyet elősztünk. Ölem a jobb első basszus. Merges, állandóan blokkolok. Azt hogyan? Mit? Blokkolok? Ja nem. Egymás mellett figyeljetek. Féktávot vett valaki. Illegal pass, nem már, hát pass meg, ilyen van. Van. Állá. Ajaj. Spalig ment. Most próbálok sporolni a push-to-pass-szal.
Az a baj, nem marad gumim. Letolj ki. Ne felsteppen ezzelek meg. Ja. Ne. Jaj, hogy állnod el, fékezem. Én is. Folyamatosan, nem tudom miért. Hopp, egy hiba. Majdnem. Jaj! Ebből is bejött. Ja. Később békeztem. Most már cigon nyomja. Valaki a sikánnál a falba. Jó lenne látni, hogy mennyi van neki. Ez ki volt? Ezt nem hiszem el, bazznak, hogy ez is vágásnak egy. Frick, ez egy másik liga. Valaki a falba. Júj! Jó visszajött. Laci Gabi. Nem a Toyoták versenye, meg a pályája. Túl rövid ez az autó ide. Ó, jaj, mondom. Thank you.
Na. Összeakadt. Nem csak meglöktél. Vagy neki is van postupassz. Na! Hát, igen. Mondom, hogy elfékezem. De tényleg van villogó is. Még egy vágás lesz, megbasznak. Hát akkor ne vágja még egyet. Eddig is úgy voltam. Ja, jó. Bravo. Nem nyomta, az a horda. Toyota horda elment. Ez nem jó, hogy a Toyota a húrfára vezetett, ez nem véletlen, hogy ilyen minden hármai tűnik hátul. Ajajajajajajaj. Engem kilöktek és nincs hátulja az autónak. Á, de nem érzem, hogy itt jó lenne, ez nem is tengelytávunk itt. Csúszkálok minden kanyarba le. Jaj, ne! Baszki! Menj már! Ó! Nem hiszem el. Vagy túlpújítottam az autót, faszli? Hát szerintem inkább, mert azért rövidnek tűnik, de szerintem annyira nem rövid az az autó. De itt adatokat nem találtam sajnos rá. Pedig ott volt a hiba. Na most kicsúszott. A beszélgetés. Ne? Nem, nem jó. Meg jönnek mögöttem. Bazd meg! Haj! Ó, bazd meg, szegény! Nem akartam leszorítani. De azért csak sikerült. Igen. Annyira lúgkormazott volt ez a szar. De nem se értem, bazd meg ez. Mindegy, hagyjuk. Á, befog a fékem. Passz meg! Az nem segít. Vicci. Fog a fékem. Az? Hát ezt eltárgyhatod gyorsan. Ja, nem most. Verseny közben. Hát verseny után majd jó. Quali első 8 fordul, vagy futam első 8?
te a első 8. Ó, oh, bassza meg. 8. vagy? Nem, 10. Ja. Yeah. És messze van a 8, tehát max 9 leszek. Valakinek egy gyulladt kamatvarja. Bocs, te én... Igen, rosszul látottam vissza. Elkezdtem. Na, szép volt. Jó, bassz meg, nem tudom el. Be az elvételben, te kis alul kormányzott? Annyira nem vészes, van egy pici benne, de... Beléztem kicsit. Igen. Szóval 6% marad ma levől. Ja. Merre mész, Frick? Hát szóval valamára mennék. Ne, ve! Jó, oh, baszki! Jó, akkor most kívül. Ez nem volt profi. Hát behúzódok, ez csak emjön. Hát, hát nem behúzódtál, hanem keresztbe mentél pályán, de amúgy menjél. De most mi van? Ja, baszki! Ó! Na jó. Gralat. Hát jó volt így. Hát de nem belülre húzódtál, hanem... Hát baszki, de hát miért nem szólsz? Hát ez hihetetlen. Hát elbaszod, akkor miért szóljak? Mit baszok el? Hát baszket, szóljál, hogy jövök bal, jobbró, balról, bármilyen. Hát nézd vissza, te elbasztod a féktávot, hát leestem. Hát nem tudtam, hogy te vagy mögöttem. Hát, nem tudom. Hú, baszket, fele megmaradt ennek a pustugecinek. Nekem is. Én kinullasszom. Jó, beásolsz. Nem figyeltem, annyira benne voltam a tömegben, hogy tök jó volt. Nem figyeltem. Ja. Ez miért ennyire alulkormányzott? Milyen gumin volt-e? Soft. Azért. Nem, jó volt. Simán kivírt a soft, sőt nem is volt rossz a végére se. Rakd fel a softot, Ameriko, 60% maradt az elejéből. Igen? Persze. 72 a médiumból. Ja, akkor elfogyasztod nagyon. Hát figyelj, hogyha neked 60, nekem 72, 40 is jó nekem a marad. Ha tapad. És 15-ről másztam visszafele. Ja. Marci? Ha? Tudsz küldeni egy szetet? Persze. Köszi. Ennyi benzin maradt? Azt nem egy liter. Valaki, aki első kerekessel megy és elégedett a fékkel.
Tud mondani nekem egy fékbeállítást? Yes. 74, 70, 57 elől. Mi? És 90%. 58 elől. Az igen. És jó, én lejjebb vettem azért az erőt, nálam 88%-on. Értem, nekem nagyon hosszú volt a fékút, úgyhogy most valamit paprálok. Nem tudom, hogy jó-e, de ezt tudom kezelni. Nem jó. Nem jó hátrébbíve, mert ez a Toyota annyira instabil. A izék kanyaros féktávokból, nem tudtam mit csinálni vele. Le volt ennyire előre vinni. Én nem tudom, nekem az 54 beadta. És neked gázelvétel, nem alulkormányzott? De. De miért? Hát a diffi az full le van véve a coast, nem értem annak. Fordíts meg, hát a fordít a számolja. Töltsd be a default settet, jó lesz, meglát. Egyébként diffire talán az az egyik legjobb. A power se érzem azt, hogy annyira dolgoznak a... Hát érted azokat, érted azokat a értékeket, amik ott van? Nem, hát csak gondolom fölfele jobban összezár gázadásra. Hát honnan a francból tudjuk ezekből? Hát elvileg úgy kéne. Hát már ott elvileg, de lehet, hogy van. Próbálj most fordítani. Mert most tök az ellenkezőjét érzem, hogy gázadása nincs összezárva a diffi, gázelvétele meg össze van és alulkormányzott, mint a szar. Kifagyok. Hát akkor figyelj, ennyi a megoldás, akkor fordíts meg. Hát, ja, kíváncsi leszek. Csak nem megyek. Jaj. Akkor kibírta nektek százon? Minden százon? Én nem próbáltam. Hát kibírta. Kibírja. Nem melegszik el. Nektek már betöltötte a következő? Nem, még. Nekem... Az autók névsorát látom egyelőre. Van, most 32-vel indultam, 32 literre is maradt 4 és fél. Sőt, majdnem 5. Ja, elég a 32. Na, akkor nézzük. Fordítva. Küldtem, Baki. Köszi. Neked is, Ádi. Nekem is küldesz. Ügyél már nekem is egyet, Marti. Legyél már izé, Marti. Én Cuprával megyek, teljesen más autó. Ügy már rá, hadd próbáljon már ki. 8-et kell fordítani, mit mondtál? Nézzük fordítva. Amúgy Frick, ezt hogy csináltad, hogy így a futam közepén futottad meg a leggyorsabb kört? Szagyan? Akkor elkezdtem több boostot használni. Oh. Ennyi. Boost a kurva. Jé, Marci. Jó, megnézzük. Nézzük. Ah, mit tanultam a Fricktől? Mit kell széttekerni ilyenkor? Mindent. Mindent. Ez az. Chill. Ne legyen szimmetrikus. Caster maximumra. Ó, tényleg. Ja, az maximum. Á, én nem is raktam maxra. Hoppá, rézi. Na most megnyerem akkor. Na, ez a diffit így. Kíváncsi leszek. Átul túl kemény, azt mondjátok, az jó. Mi? Töltsön már be. Hát, csak nem ennyi rázóra. Nekem nem jó kurver. Ne rázózza. Én nem nyúlok hozzá, ez egy szuperszónikus így. Ah, nem most tekerem szét. Én igen. Annyira nem volt nekem rossz, úgyhogy... Azt a kurva, eldifelel. Nem jó. Beülünk a Jani kamerába. Egyre rosszabb? Á, teljesen, ez itt szar, eldifelel, teljesen nyitott diffi. Hát akkor tudjuk, hogy a plusz az pluszt jelent. Igen, az azt. Akkor mit? Mit mondasz a diffire? Hát a power az minél magasabb, a coast meg elvileg akkor minél alacsonyabb. Annál fordulékonyabb lesz gázelvételre. Hát... Majd egy gyors nyarva meg lesz töplés. Mint eddig, ahogy százalékot állított el Amerikó. Nem érzek különbséget a kózban amúgy. Hát lehet, hogy az előfeszítésen is lehet puhintani, nem? Hogy ne üsse meg. Puhítottam rajta, jó. Melyik BMW-t hozom ki a boxból? Hozol valakit magaddal? Aha. Pilóta parádéma.
De miért 40 liter? Ez default setup, haver. Nézzük hátsó széttartást. Jó, BMW-nek nincs akkora előnye rajtnál. Na, ez el kell kuplongolni. Lerajtoltalak simán. Igen. Én is arra gondoltam, hogyha még abban is jobb a BMW, akkor szívás. Legalábbis ezen a pályán. Egyébként fasza lenne, hogyha nem gurulnánk rajtrácson. Ja. Jajdik. Nem tudom, hogy van kézifék ebbe az autóba? Nincs. Nincs. Ja, ragadjon meg. Milyen dőlésekkel mentek? Én elő a 4, hátul 2. Most előzőn többel mentem elől. Awesome. Hát jó. Oké. Nehéz lesz 58-as fékei. Most lépjék ki. Egész jól lett ilyen. Aha, alakul. Hát ez már nem alul kormányzott. Nem úgy az. Faszal. Mindegy, maradt így, legalább elment a segge végre egyszer. Hát ülj be a Toyotába. Mit állította el? Ja, sem, csak lementem a fűre. Ja. Jó lesz így. Teljesen zárt hüttők bírták? Aha, mondják. Bírta. Na, Kami, hogy te? Kami biztos. Nem, nem. Most én vagyok a rossz cica. Na jó, nézzük. Twist. Twist. Folytatjuk onnan, ahol előzők abba hagytuk. Twistnél megy a tévé. Nem? Tényleg? Te hallott? Ja. Kicsit. Most is ötödik. Csak az a baj szaggatottan. Adja hangot rá. Némplétekre van megoldás ebben a játékban most? Ki kell kapcsolni. Azon kívül kikapcsolom, igen. Nameplate.init átírod. És örülj ennek, hogy ez már javult, mert ez sokkal rosszabb volt. Jó, hát arra nem emlékszem. Csak jön. Meg mindig fog. Nem látni tőle a pályát. Ja. Még nem tudom, hogy ki van körül. Egy mínusz kéne beleírniuk valahova a programozóknak, azt hiszem jó lenne. Ha? Egy pont fordítom, hogy meg elég lenne egy
egy második név is, nem kell kiírni a teljes családfát. Meg akkor már kiírhatná az időt, ha már ilyen pró. Mármint? Milyen időt? Hát, hogy mennyire, de hozzád képest mennyire van közel itt, ez távol itt. Ez egy romot lehetne bejátszani, de... Hát ez látom a izét. Balon leszel, Fri? Aha. Jó, de leginkább átlátszónak kéne lenni a közelítünk. De pont, hogy egyre jobban látod, hogy ja, ahogy közelítesz. Pont fordítva kéne ennek lenni. Na, hajrá! Na. Rosszul állok. Milyen gumi vagy, Kami? Soft. Megnézzük, hogy... Akkor semmi nem látszik a gumi jelölésen. Ez milyen? Rárakadtak volna legalább. Na ez volt a beragadás tetőfoka. Ups, azt a kurva. Ú, az sunya volt. Ne gyere vissza! De miért megyek, kerülök ebbe megint bele? 20 el a kormány, pedál, kurvany. Első futamot el akartam érezni, milyen jó kisfiú volt mindenki, de most... Nem volt sok baj, elcsúszott a pedálom, és az FPS meg visszament 30-ra. Ez így a kettő együtt már. Ki volt, aki megforgott, Frick, nem lett? Szerintem a Szakács Bence kapta. Jó, letört a hátsó szárnyam, bazd meg. Téged még ki tudtalak kerülni, de aki előtted volt, azt már nem. Én kaptam egy rohadt nagyot hátulról, de túléltem valahogy. Igen, mert megfogtalak. Ja, köszi. Nincs mit. Jaj, dalul kormányzat. Le tudnád halkítani ezt a tévét, vagy lenémítani magad? Köszi. Rigi. Tévét halkíts már vissza, létszi. Behallatszik a mikrofon. Jaj. Csak az a baj megint... Meglöktél cselt? Tessék? Meglöktél? Én ott se vagyok körülötted. Akkor ez ki volt?
Szerintem én a dalamicsanéval ütköztem. Mi a faszom ilyen kurva lú kormányzott? Marci... Milyen autóval vagy ilyen? Ford. Hát igaz is egy rövid kocsi. Egyáltalán nem az sem az autó, amit akarok. Teszi. Ej, Jani. Hodor Gábornak befog a féke. Ez mi a fasz?
fék, ez van nevetséges. Semmi. Jaj, focs. Hát ezt nem hiszem el. Jó, 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 és én fel a hátra van. Hát az szint. Van egy autó. Én. Vannak a hondák? Ja, nem tudom, ez fake számomra használhatatlan. Most ezt teljesen is teljesen. Nekem is fura a fake, nem tudom ez. Hiába tettem előre. Én is. Tehát pont az volt a RF2-nek a pozitívum, hogy kulára lehetett érezni a fake távon, hogy táncol az autó. Hát most... Na, majd próbálj ki másik kocsit, mert én az enyém én viszont kurvára érzem, meg az enyém nem alulkormányzat, hanem olyan túlkormányzat, mint a kurva élet. Nem mentem túl sok kört. 30 kor még a kocsikat töltötte. Hát jó. Na, majd kövére. Setupolok kicsit. Jom neki! Igen, a Honda-nak, hogy láttam hosszabb a féktávja. Hát előbb elvette. Ja. Hát ezt már beszíptam. Elfelejtettem. A harmadikra csak megjegy. Ja. Ja, ez a szemben elbambultam, azt hittem nem vagy ennyire közel. Nem védekeztem le. Kívülről. Thank you.
Mi? Drive through? Ups, nem néztem a vágásokat. Hát de mi a faszom van ezzel a szarral? Hát bazd meg! Hú, ez a fék. Én nem értem. Hú, de mázlim van, te jó ég! Ez szép volt, srác. De jó, és kiestem a pályán kívülre. Kezdődik előről az izé, király. Összeragadtak az autók közelünk. Kimegyek Patrik a boxba, jó? Nekem mindegy. Csak szólok. Okay. Nem tudom, hol van a box. Balra egyből lehet hírni. Azonnal balra sikán után. Jó. Jó helyre indultál, csak az egy másik pálya. Ha megvan, igen. Oh. Na most még itt limit. Jó, várja, már izé van, bazd meg. Ah, te hülye vagyok, hát a trájszú volt. Megállt-e? Én kiestem a nézők közé, és nem tudok visszajönni. Jó, várja, tájja, ezt 41 szekmány van, gyerekek. Ezt tisztantjuk a szint. Megvan a dobós futó. Hát meg. Akárhányszor keveredtem a poros ott egyszer nem fordul sem annyit. Láthatatlan falok vannak, hogy véletlenül se tudja visszamenni a pályára. Hát ezt elbasztam. Hinnye! Hát... Mit voltál? Srácok, úgy össze fogtok ott akadni. Köszi. Sárga. Van valami? Igen, a fizikai modell az ilyen érdekesen össze tud ragadni, ahogy észrevettem már. Tipikus RF-es, azon nem váltottak. Ez a
Ó, bazd meg. Azt hittem, nem lesz meg. Megint itt? Hát sokan is. Abba baj lesz. Á, volt már helyem. Nem megy az emberük, ez a kanyar. Nagyon elúszik a kocsi segge, akár nagyon negyenesen szabad csak fékeznem. Ne! De bazd meg! Miért? Miért? Nem lehetett volna simán elmenni egymás mellett. Majdnem volt egy jó verseny. Akartam mondani. Simán megyünk egymás mellett. Miért kell még belém jönni? Ezt nem értem. Még itt a végén hoz valamit. Haszom. Összeviszáll a kormány. Ja. Az szép volt, Rick. Az szép. Grat. Szép volt. Grat. Hát ez csúnya volt, de... Elfogytatok? Rabesz, befog a féked. Nem, még maradt. Majd orvosod. Mennyi? 1,4%. Marci? Ja, én most a finish utáni fékezésre töltöttem 1%-ra. Ja. Én kiszámolom itt folyamatosan. De visszatölt, ha lefogy, tehát viszonylag lehet még kalkulálni valamire. Annyi, hogy 8%-ot merít, hogyha teljesen kihasználod. Na, kibaszott kész, most megnézem. Ja. Hát én elspóroltam. Annál olyan rossz ez. Csapatásra azért figyelünk, de... Pici volt a pálya, kicsit ott az elején. Bali, te voltál az! Hát én voltam, de szerintem... Vagy én úgy gondoltam, hogy a hagyok helyet. Volt hát, hely. Volt hely. Én szerintem nagyon besodródták középre Amerika, vagy inkább kicsit jobbra, én azt láttam. Hát figyelj, ja. Hát meglök, de... Emellettem van. Ettől nem kellett volna megforogjatok, tehát ez... Próbáld ki ezt a kocsit, ez megforog. Ez nem úgy, értem, hanem azért egy oldalkocztól nem kéne mind a kettőnek két irányba elfordulni, érted? Hoppá, bocsánat. Ja, el kellett volna mennem. Fölösleges, nem volt nem érte. Én azért úgy gondolom, hogy egész jó volt. Csak kilépek, hogy ne halljuk itt az autókat. Szóval úgy gondolom, hogy egész jól debütált ez a mód nálunk. Hát Kis Balázsnak a tempója elég durva volt. Hát meglátjuk, hogy lesz-e majd kihívója. Bár ugye most Marcival ugye igazából 1-2-t hoztak mindkét versenyen, úgyhogy ja, izgalmas futamok lesznek, az biztos. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. Egy hét múlva Forma 1, Montreal. Tartsatok akkor is velünk, további szép hetet, szép hétvégét, szép estét, meg minden szépet kívánok nektek. Sziasztok!